Listen to your heart when he's calling for you. A szenteségeknek sem tudok nagyon bölcsebbet, okosabbat mondani ennél. Nyilvánvalóan nem nekem kell eldönteni, hogy milyen a jelenlegi polgármester úr teljesítménye, mi várható tőle adott esetben, hogyha folytatja a hivatalát. Nem nekem kell azt sem eldönteni, hogy Farkas Sándor barátomtól mit várnak a helyiek, hiszen hasonlóképpen, mint én, ők is ismerik régtől fogva, és meg is tisztelték a bizalmukkal parlamenti képviselőként is nem egyszer. Én csak azt a szempontot szeretném hozzátenni az ő helyi mérlegelésükhöz, hogy ahhoz, hogy együttesen ki tudjuk húzni a szekeret a kátyúból, ahhoz az kell, hogy kevesebb konfliktus legyen, mint amennyi mondjuk elképzelhető olyan polgármesterekkel szemben, akik nem feltétlenül szövetségesként vannak a kormányzat mögött, vagy nem feltétlenül szövetségesként tárgyalnak a saját településük érdekében a helyi problémák megoldásáról, hanem adott esetben politikai ellenfelet látnak a mostani Fideszes KDNP-s kormányban. És én ezért aztán Farkas Annyi barátomat nem csak úgy, mint akit régen ismerek, és egy megbízható, tisztességes embernek tartok, hanem úgy is, mint egy fideszes parlamenti képviselőt, aki eddig is velünk együtt küzdött ennek az országnak a boldogulásáért. Nagy tisztelettel és szeretettel ajánlom a szenteségek figyelmébe.